rejtek kertben? Pontosan. Egy békés világban, ahol sohasem dúl háború. Megígértem neki, hogy elviszem oda. Az ember képtelen megbecsülni azt, ami megadatott neki. Gyilkos! Verseng az életben maradásért. Katonák ezreinek kellett a halálba mennie. Az ember arról álmodozik, hogy békében élhet. Ennek ellenére mindenki mást el akar pusztítani! Azt képzeli, hogy a harc szükséges az élet szempontjából. Ez a világ sohasem lesz képes megváltozni. Ezért én most elpusztítom, hogy a helyén egy békésebb világ keletkezhessen. Egy édenkert. Valóban meg akart hallgatni minket. Amikor a kastély felé vándoroltunk, senki sem volt hajlandó segíteni nekünk. Az életünkért könyörögtünk. Mégsem hallgatott ránk senki. Csak is Midori. Midorin kívül senki más. Azért, mert elraboltad. Nem! Valójában Midori mentett meg bennünket. Hazugság. Áruld el, miért kell állandóan harcolnod velünk? Azt hiszed, hogy véget ér a szenvedésed azzal, ha megölsz minket? Talán csak nem azt gondolod, hogy az emberek ezután megtérnek és békét kötnek egymással? Képes lennél egyáltalán egy ilyen világban élni? Ráadásul nem is vagy ember, csak áltatod magad! Emberek sosem változnak meg. Azt hiszed, eljön egy világ, ahol békében élnek majd? Az emberi történelem bebizonyította, hogy az öldöklés sosem ér véget. Meg tudod különböztetni a jót? A gonoszságtól? Csatlakozz hozzám! Teremtsünk együtt egy szép, új, békés világot!